Vendégünk volt. Rádió Gaga interjú. Ha szeptember 3. szombatja, akkor egyértelmű, hogy miről hangos, vagy mitől hangos háromszék, felső háromszék, és mitől hangos a Csernátoni Haszmann-Pál Múzeum udvara. Vendégünk éppen ezért, mert szeptember 3. szombatja immár holnap van. Dimény Haszmann Orsolya, a Csernátoni Haszmann-Pál Múzeum vezetője. Isten hozott mi hozzánk ismét a Rádió Gaga stúdiójába. Szervusz! Nagyon szépen köszönöm az érdeklődést, hogy minden évben meghívtok ide. Köszöntöm a rádióhallgatókat is. Nagy izgalomba vagyunk így most már a rendezvény előtti napon. Ilyenkor tényleg minden ideg meg van feszülve, és már halljuk is a hangokat, amik az udvaron ugye az előkészületek közben zajlanak. Itt valahogy úgy vannak ezek az események, hogy le sem jár az egyik évi, már előre kell gondolkodni a következő évi kiírásra. Egyébként egy picit visszatekinthetünk, akkor hogyan lehet értékelni azt, ami tavaly történt, hogyan nézett ki a tavalyi kiadása a Búroktatónak, és mondjuk milyen tapasztalatokkal maradtunk? Ez a rendezvényünk tényleg az, úgy is szoktam én megnevezni, hogy a múzeumnak az éves nagy rendezvénye. Egy ilyen jó nagy falat kezdetektől, de beleharaptunk, belevágtunk bátran, és nekifutottunk. 12. kiadásához ért az idén, és azt mondhatjuk, hogy tényleg ez egy akkora eseményi nőtte ki magát, ami megszólított minden korosztályt, olyan embereket hozva be a múzeumnak a terébe, akik lehet addig nem jöttek el, lehet, hogy közel laknak környező településeken. Tehát nekem a legnagyobb hozadéka az eltelt 12 év alatt éppen ez, hogy egy olyan közönséget tudtunk megszólítani, behozni és megmutatni a múzeumot nekik, akik talán addig nem jártak. És hát ennél több nem is kell, mert hiszen ez a rendezvény a múzeumot hivatott népszerűsíteni, tehát ez az elsődleges célja. Ezen túl pedig olyan kulturális programot is igyekszünk kínálni évről évre. Azt gondolom, hogy elég színes volt, ha visszatekintünk mindig a paletta, a népzenétől, a néptánctól, a fuvos zenéig, sőt a könnyű zenéig elmenően olyan előadókat szólítottunk meg, vagy olyan előadók pártolták fel, támogatták ezt a rendezvényt, akik tudtak hozni így az ősz végén egy kicsi szint még a múzeumnak az életében. Itt egyébként, ha megnézzük, ugye ez, amit a közönség lát, ez a része, viszont van egy nagyon fontos szakmai vonatkozása is a Csernátoni Búroktatónak. Egyrészt maga a szakmai, meg egyáltalán a múzeumi munka, és nem csak restaurálásról beszélünk, hanem gépészi tudásról beszélünk, ez is szerves része a Búroktatónak már nagyon régóta. Így van, a Búroktató nyilván nem lenne a háttérszervezés nélkül, nem lenne a nélkül, hogy a programokat felépítsük, de Búroktató nem lenne elsősorban az ott felhalmozott, így kell mondjam, mert rengeteg gépünk van, hála Istennek. Büszkék vagyunk szerénytelenség nélkül, hogy erdésszerte azért egyedülálló ez a mezőgazdasági szerszám és gépgyűjtemény, és hát Búroktató nem lenne azok nélkül, a gépész szakemberek nélkül. Elsősorban mondom a kollégáimat, akik a szoros családhoz tartoznak, és hát ők nem csak erre az eseményre, hanem azért évi többször állnak neki így módon a gépeknek, hogy azokat karbantartani, tisztítani, tartósítani, konzerválni kell. Tehát ez egy folyamatos munka valójában. Nyilván ilyenkor egy kicsit hatványozódik ez a tevékenység, még szebbek kell legyenek a gépek. Némelyik ugye kéne működjön is, ez mindig egy kicsit zsákba macska is, tehát azért akárhogyan a stabil motorok, traktorok esetében itt 130, 110, 120 éves gépekről beszélünk, amelyek csoda, hogy szólnak. Hát ez még egy másik nagy hozadéka ennek a rendezvénynek is, de hát egyáltalán a gyűjteményünknek is szerintem, hogy el tudunk jutni egészen a fiatalokhoz is. Azáltal, hogy ezek a gépek nem csak holt tárgyak. Ezt gyakran elmondjuk, sokszor el szoktam mondani én is, hogy már a múzeum alapító nagyapám megfogalmazta, és ez ilyen szállóigelet, hogy ne holt tárgyak tárháza legyen az intézmény, az a múzeum, amit ő megálmodott, és hát ezt a fiai, meg hát remélem, hogy mi is tudjuk folytatni, meg ezt a gondolatot, szellemiséget vinni tovább, és ezt a gépekkel éppen nagyon jól meg lehet ragadni. Tehát itt nem holt tárgyak, az a, mit tudom én, 60-70 éve hallgató gép, amit letettek, mondjuk menjünk vissza egy kicsit a történelembe, államosítás, elveszik a gépeket az
az embertől, a gazdálkodó embertől beviszik a közösbe, a kollektív gazdaságokba. Ugye számtalan család beleroppant ebbe. Ez egy olyan történet volt, ahol tehát nagyon sokat lehet erről mesélni. Összeomoltak emberek, mikor elvették a kicsi vagyonukat. Na, a közösbe azért még ott tovább éltek egy picit a gépek. Amíg jönnek a modernebb eszközök, még mindig az a Hoffer traktor, Fordzon traktor, az a gőzgép még azért ott működik egy kicsit, és aztán kikerül a használatból. Elhallgat. Nagyon gyakran elpusztultak ezek a tárgyak, van, amelyik megmaradt, de a hangja az még mindig szólni tud hozzánk. Azt nézzük meg, hogy áll össze az a gépsor, az a géppark, amelyet meg lehet csodálni egyrészt a múzeumkertben is, majd mozgás közben is, majd a későbbiekben is körbe lehet járni ezeket a gépcsodákat. Milyen összefogás van amögött, hogy ennyi ilyen még működésbe hozható gépi csodát lássunk majd holnap a múzeumban? A rendezvényünkre mindig két szakaszban készülünk. Egyszer nyár elején eljönnek a magyarországi gépészbarátok. Most ez a kör már évek óta kiszélesedett, itteni gépészek is besegítenek. Ez is nagyon fontos, hogy a helyi erők is felkarolták ezt a rendezvényt, és szeretik. Tehát nagyon sokan tényleg önkéntesen neveket nem is lehet sorolni, szinte már biztos kimaradna valaki. Sokan jönnek, segítenek, és a régi motrokat próbálják restaurálni, felújítani. Tehát a lényeg mindig az, hogy az udvarban levő mondjuk 5-6 veterán traktorunk van, 5 van most otthon, rögtön erről is mondok egy mondatot, hogy a másik hol tartózkodik éppen, hogy ezek működjenek, megszólaljanak, a stabil motorok közül is minél több szóljon, és van egy gőzgép, amellyel cséplésbemutatót szoktunk tartani. Ez a gőzgép 1882-ben készült Budapesten, a Magyar Királyi Államvasuta gépgyárába, Kriszbáról került a gyűjteménybe, tehát ennek is a történetéről sokat lehetne mondani, de a lényeg, hogy ez még meg tud szólalni, úgymond, tehát még működni tud, és csépelni szoktunk. Ez is egy nagyon fontos mozzanat. Hogyan zajlott régen a cséplés, ami Kalákába közösségi munkaként történt, és hát mindenkit megmozgatott az adott helyen, ahol éppen csépeltek, úgyhogy hát ezeket a hangulatokat próbáljuk visszalopni. Ez az udvarban zajlik. És akkor a másik történet, hogy jönnek nagyon sokan a veterán gépekkel, traktorjaikkal, saját építésű kicsi masinákkal, amelyek ugye most már kiszélesedve, háromszék területét túllépve egészen Hargita megyéből, akár Maros megyéből is érkeznek résztvevők. Úgyhogy ez a kör, hát a tavaly úgy mondtuk, hogy 65 gép vonult fel. Az idén mindig kérjük az előzetes jelentkezést. Tapasztalat az, hogy azon a napon is vannak új jelentkezők, tehát mindig van még új érkező, de most, amit eddig tudunk a mai napig, azt látom, hogy hasonló mennyiségű gép lesz. Talán több is fog, tehát ez majd akkor az elszámolásnál fogunk erről beszélni, és akkor még egy mondatra visszatérek, hol van az a hatodik traktorunk, hol van küldetésben az a kis Fordzon traktor. Budapesten tartózkodik, október 14-én fog nyílni a Néprajzi Múzeumban, a Magyar Néprajzi Múzeumban egy Székelyek című kiállítás. Minden székelyföldi múzeumból vittek oda tárgyakat, és többek közt tőlünk a többi tárgy mellett, mint egy 20 tárgy van úton, a legnagyobbként szinte mondhatjuk így, vagy legsúlyosabbként ott van a kis Fordzon traktor is, úgyhogy Budapesten lehet azt majd megtekinteni egészen jövő augusztus 31-éig. Lesz látható. Én azt mondom, hogy az igazolt hiányzásnak tekinthető az idei burroktatóra való tekintettel. Egy picikét így azért engem mindig megérintett az emberi oldala. Ugye ott vannak azok a gépek, megtelik élettel a múzeumudvar, egy csomó jó találkozás és beszélgetés történik. Tehát az a jó ebben, hogy tényleg teljesen laikusok, de szakmabeliek is oda mennek, megcsodálnak egy gépet, és van akivel szóba állni. Ez így a beszélgetések napja is, a gépek hangja is zaja mellett. Mindenképpen a beszélgetések és a jó találkozások napja is, és nem csak azon a napon, a gépészbarátok már ma este megérkeznek, tehát holnaptól már gyakorlatilag elkezdődik a munka, nagyon hamar neki tudnak esni a traktoroknak, motroknak, szétszedik, sokszor nem is gondolnám, hogy abból valaha még lesz egy egész, de nagyon értenek hozzá, tehát tényleg le az összes kalapokkal, hogy így fogalmaz, olyan jó szakemberek vannak, ritkaság, mert ma már nem ezeknek a gépeknek a világát éljük, elektronikus minden. Tehát most ez, hogy csavarhúzóval
szétszedünk, összerakunk valamit, ez egyrészt nosztalgia is, másrészt tényleg megkövetel egy olyan régi tudást, amit már nem sokan birtokolnak, és ezt fontos átadni, azt gondolom. Ezt meg lehet tanulni, meg lehet tapasztalni. Tehát nyitott a múzeumkárt, a múzeum udvar, akár holnaptól, akik itt hallják majd ezt a beszélgetést, ott beszélgethetnek a gépészekkel. Mire számítsunk program szerint, mi történik majd, és szervezés szempontjából mire kell majd holnap odafigyelni Csernátonban? Ugye elsőként a szervezés szempontjából a parkolás, az autóknak a parkolása nagyon fontos kérdés, hiszen délelőtt már szokott gyülekezni az érdeklődő közönség. Ugyan mi a programot 12-re hirdetjük mindig, hogy akkor van egy gyülekező motorindítás előkészületek, tehát a felvonulás előtt, de a tapasztalat mindig az, hogy már 10-kor van mozgás, jönnek az érdeklődők, lesz látnivaló az udvarban, lesz Laci konyhától kézműves tevékenységekig olyan program, amin részt lehet venni. Ezen túl meg lehet nézni persze ezzel az alkalommal az egész múzeumi gyűjteményt is, ami nem mellékes, ugye, és hát ott is el lehet jól tölteni egy órát. Tehát mindenképpen lesznek olyan személyek, kijelölt személyek, akik segítenek a parkolásban. Érdemes őket figyelni, hallgatni a szavukra, és segíteni a mi munkánkat is azzal, hogy tényleg azt az útszakaszt, ahol majd a traktoroknak vonulnia kell, hagyjuk szabadon. És ez az útszakasz úgy szokott indulni, hogy a múzeumtól a falu központjáig most egy picit lennebb megyünk a Millenniumi Parknak nevezett kis parkig. Tehát ez még mindig a falu központ, csak egy 100 méterrel kitágítjuk a kört, és ott fognak megfordulni a gépek. Ott majd lesz egy személy, aki fogja mondani, hogy oda megkérjük, ne parkoljon senki. De a múzeum on túl fel lehet a Fellegvár nevű részen, ami most már Múzeum utca az új elnevezése szerint, tehát ott végig lehet majd parkolni. Lesznek helyek, ezt tényleg majd ott megfelelő személyek fogják igazítani, és hát erre kérünk mindenkit, hogy ott figyeljünk oda. Mindenkinek a biztonsága érdekében, meg hogy tényleg gördülékenyen tudjon ez a felvonulás történni. Tehát ez a leglátványosabb része a buroktatónak, amikor ez a tiszteletkör megtörténik végül is, és a gépek, mindenki meg tudja mutatni az ő szeretett traktorját, vagy saját építésű kis gépét. Na, a felvonulás után visszatérnek a gépek, és akkor a színpad előtt szokott lenni egy bemutatás. Ez is nagyon fontos, hiszen ott mindenkinek lehetőség van elmondani a nevét, elmondani a gépének a nevét, a jellegzetességeit. Tehát ez is egy nagyon fontos mozzanat, hiszen mindenki úgy hozza, mint a gyerekét, tehát ez egy ilyen fontos pillanat. És akkor ott majd elmondom most is a gépészekhez szólva inkább, hogy utána fogjuk kérni, hogy visszajöjjenek a színpadhoz, hogy készüljön el egy nagy csoportkép. Tavaly nem sikerült, ezt be kell ismerjük, hogy nem mindenki tért vissza, és ezt valahogy próbáljuk most idén még hangsúlyosabbá tenni, hiszen ez mutatna egy képet arról, hogy kik voltak, ők maguk, a gépészek kik voltak, akik jelen voltak ezen az eseményen. Ezután pedig a színpadi programok kezdődnek, úgymond színpadi programok. A felső háromszéki ifjúsági fúvós zenekar fog koncertezni. Ők tavaly is ott voltak, nagyon jó színt visznek az egész felvonulásba, hiszen ők nem csak a színpadon koncerteznek, hanem előtte már végigkísérik ezt a tiszteletkört, tehát fent ülnek egyik traktor mögött, és fújnak végig, így kísérve a menetet. Tehát ez is egy szép mozzanat. Utána és közben, tehát úgy, hogy a programok ne fedjék egymást, erre azért figyelünk. Motorindítások zajlanak, ott tényleg szakmai beszélgetésekre van lehetőség, és cséplésbemutató is lesz. Ehhez most a talpalávalót idézőjelesen a finom zenekar fogja húzni, amit megint nagyon szeretünk, hogy élő népzene legyen. Megint egy kicsit a hangulatot hozza vissza, ezt a régi hangulatot az udvarban. A Perkő Néptánc Együttes lesz a másik fellépőnk, a Kézdi Szentléleki Perkő Néptánc Együttes. 3 órától tervezzük ezt a fellépést, és 16 órától egy kicsit könnyebb vizekre evezve, hogy végül is minden korosztálynak, minden érdeklődési körnek megfeleljen ez a rendezvény, a
Cover and Cover együttes koncertje lesz Kátai Judittal és Orbán Ferenccel, tehát ők fognak majd a színpadra lépni, és akkor hát van egy jó mozzanat, amit mindenki szeret, és ez egyrészt támogatás is a rendezvénynek, a Tombola sorsolás, ahol tényleg, hát ezt most nem fogom felsorolni, de értékes nyeremények, sok-sok nyeremény van. Állandó programokról még gyorsan egy mondatot. Kenyérsütés lesz Kész Marika férjével, minden évben tényleg mellénk áll, és a múzeum kemencéjébe, ez egy nagyon jó hangulat, nagyon jó programpont. Sütnek kenyeret, amit zsíros kenyér formájában a résztvevők megkóstolhatnak. Boros László makett kiállítása lesz látható. Tavaly elhozta egyféle makettje, itt nagyon sokat dolgozik, ő különben gépészbarátunk, traktorjával részt vesz évek óta a rendezvényen, segít a javításokba is, és hát maketteket készít, csodálatosakat, neki lesz a múzeum fő épületében, főteremben egy kiállítás. Gyermekfoglalkozások lesznek, a Békés Csabai díszítőművész szakkör önkéntesen jön, évek óta szintén többen vannak, legalább 10, több műhelyben lehet velük dolgozni, zsákba macska lesz, nyeremények lesznek, és jelentkezett szintén önkéntesen Hegyeli Hunor, aki kovácsolni fog a gyerekekkel. Ez újdonság lesz, eddig nem volt, és hát neki is nagyon örvendünk, nagyon hálásak vagyunk, hogy részt vesz a rendezvényünkön. Minden adott úgy néz ki, hogy nagyszerű hangulatú 3. szeptemberi szombaton hagyományos módon buroktató legyen Csernátonban, úgyhogy tényleg érdemes már holnap délben gyülekezni, figyelni a szervezőkre, figyelni arra, hogy minden rendben történjen. Dimény Haszpon Orsolya, a Csernátoni Haszponpál Múzeum vezetője. Köszönöm, hogy a vendégem voltál. Sikeres buroktatót holnapra nektek. Köszönjük szépen. Várunk mindenkit nagy szeretettel. Rádió Gaga interjú.